Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket próbatermünkből, a Próbaterem című magazin műsorban, zenei magazin műsorban. És a mai műsor különleges lesz az eddigiekhez képest mindenképpen, hiszen maradunk a zenénél, a zene lesz a középpontban, de mégis valahonnan máshonnan közelítünk, mégpedig a mozgás területéről vagy irányából, sőt, tovább megyek a tánc irányából. Így aztán nagyon nagy szeretettel köszöntöm a próbatermünkben Csillag Katát, és táncolni hívjuk ma a televízió nézőket. Kata, szeretettel köszöntelek, szervusz, szia! Köszönöm szépen, szia! És köszöntöm a televízió nézőit is. Az a helyzet, azonnal egy vallomásra tartozom, te tudod, tökéletesen tudod, a televízió nézők közül pedig, akik a koncertjeinken jártak, azok tökéletesen tudják szintén. Én nem tudok táncolni, vagy legalábbis csak a legszigorúbb alaplépésekkel vagyok tisztában. Egy picit annak idején jártam bugivugizni, társas táncot is gyakoroltam, de leginkább a totyogós öreg táncokat ismerem, ahol nem nagyon kell megerőltetni magam, tehát én nem vagyok nagy táncos, viszont minden szempontból is a legnagyobb örömmel nézem, amikor profi táncosok táncolnak. Na, ma a táncról fogunk beszélgetni, és ebben a próbateremben eddig zenészekkel beszélgettünk, és mindig az volt az első kérdésem, hogy hogy állnak a próbákkal, szeretnek-e próbákra járni. Egy táncos esetében, ha jól sejtem, akkor a próba kifejezést ki kell cserélni mondjuk az edzésre, vagy a gyakorlásra, vagy hogy ti hogy hívjátok ezt? Hát attól függ, igazság szerint, mondjuk, hogyha a saját táncstílusunkról beszélünk, amit mi képviselünk, ugye ez a bugi-vugi, uh-huh. Én ott jobban szeretem használni az edzés kifejezést, mert csak azért, mert hogy azért főleg a gyors bugi-vugi az egy elég temperamentumos. De és van lassú is? Igen, van neki lassú. Én azt szeretném gyakorolni, a lassú bugi-vugi. A lassú mondjuk szerintem abból a szempontból egyébként nehezebb, hogy egy elegánsabb dolgot kell kivitelezni, és szerintem abban több munka van. Azért a gyorsnál ugyan nem erre biztatnék senkit, de ott azért jobban el lehet siklani egy-egy dolog felett. Aha. Ez olyan, mint a gitárnál a torzító, hogy azért az, hogy elfedi a hibákat, ahogy szokták mondani, hát a táncban a gyors bugi-vugi elfedi a hibákat. Hát Kata, akkor autentikus tánc stílusról fogunk beszélgetni, mármint a zenei szempontban, amiket én képviselek autentikus, és amit én szeretek. A bugi-vugi azért egy nagyon egészen mélyre messze visszanyúló történet, ugye, nagyjából 20-as, 30-as évek? Hát inkább a 30-40-es évek Amerikájának a tánc stílusáról beszélünk, és egyébként nagyon érdekes a sztória, hogy kialakult. Maga a fénykorát ugye a 30-40-es években élte ez a tánc stílus, viszont a maga bugi-vugi eredete sokkal korábbra nyúlik vissza. Ugye Amerikában a 19. század végén voltak ezek a nagy vasútépítések, és egész Amerika ebben a lázban égett, és az afroamerikai munkások ugye egész nap hallották a gőzmozdonynak az zakatolását. Igen, és ugye ha ez felfedezhető, ez a folyamatos zakatolás a bugi zenében is. Igen. Sőt, úgynevezett, voltak ezek a ballárhauzok, amik tulajdonképpen istálók, és akkor a sarokba be volt téve egy ütött, kopott zongora, és akkor a nagy tánctéren ezek a munkások erre a zenére táncoltak, és így alakult ki a bugi-vugi eredete. De maga a kifejezés, hát ez nem teljesen letisztult dolog, mert több kutatás is ezügyben született, és az egyik nekem nagyon tetszett, ezt meg is jegyeztem, mégpedig, hogy állítólag onnan alakult ki ez a név, hogy bugi-vugi, hogy a gőzmozdonyt, vagy az egyik gőzmozdony alkatrészét hívták így, hogy bugi. Tényleg? És ebből alakult ki, igen. Most igen. El tudom képzelni azokat a kedves televízió nézőket, akik mondjuk a MÁV-nál dolgoznak, ugye, hogy már mennek ki és gyakorolni. Tényleg, komolyan? Nagyon jó. Akkor ezek szerint megvan a bugi-vugi eredete. A kérdésem az, és most ugorjunk egy nagyon nagyot. Ti Magyarországon nem feltétlen a bugi ős hazájában képviseltek egy olyan tánc stílust, ami először is egészen tradicionális, a másik pedig embert igényel. Itt mire gondolok, hogy nem elég az, hogy van egy fiú, vagy adott esetben egy lány, hanem ez egy páros, tehát egy társas tánc. Talán emlékszel rá, nem is olyan régen, nagyjából egy évvel ezelőtt rögzítettünk egy adást a Vörösmarty Rádióban, amiről egy kicsit megpróbáltuk körüljárni, vagy amiben a társas tánc létezik-e, táncolnak-e ma még a fiatalok, és úgy egyáltalán hogy is állunk a társas tánccal, a bugi ilyen. Mekkora feladat ma párokat találni ehhez? Hatalmas nagy feladat, és egyébként szerintem ez nem csak ma, hanem én visszaemlékszem, amikor én
megismerkedtem ezzel a táncstílussal, én akkor 9 éves voltam. Aha. És én akkor az akkori általános iskolás osztálytársamat vettem rá arra, hogy induljunk már az iskolai Ki mit tudon, ekkor voltunk mi harmadik osztályosok, akkor még rock and roll-t táncoltunk, az a kis rugdalózós, és akkor külön díjasok lettünk, meg közönségdíjasok lettünk, meg a következő évben is. Közben a tesóm nekiállt táncolni bugit, mert rátalált itt Fehérváron az egyik sportegyesületnél, a Vörös Marti Mihály lakótelepi sportegyesületnél, és Skok Andránál és Skok Józsefnél kezdtünk el bugit táncolni, és akkor én el tudtam cibálni magammal ezt az általános iskolás osztálytársamat. És óriási szó volt, hogy mi gyerekként egy felnőtt csoportban meg tudtuk állni a helyünket, pedig 12 éves volt a korhatár, és maradhattunk, mert hogy annyira élveztük, és annyira beleraktuk az energiát, hogy aztán mondták, hogy na hát velünk érdemes dolgozni, és aztán olyannyira nem volt ez kapós táncstílus, hogy mi később mentünk versenyekre is, és mindig felnőtt korosztályba kellett, hogy versenyezzünk kicsiként, ilyen 10-12 évesként, mert egyszerűen nem voltak vetélytársak. És ez azóta szerintem csak rosszabb lett. Vannak még versenyek? Nagyon kevés verseny van. Én úgy tudom, hogy jelenleg Magyarországon hivatalos verseny nincs is, csak nem hivatalos versenyek, illetve tudom, hogy azt hiszem 2008 óta Győrben megrendeznek minden évben egy úgynevezett bugi festet. És akkor itt hadd említsem meg, ha már egy kicsit zenész, hogy Dániel Balázs, én úgy tudom, aki Magyarországon benne van nagyon ebbe a bugi zongorába. Mesélhetek neked? Mesélhetsz nekem. Dániel Balázs egy remek győri srác, ugye Győrben van ez a bugi fest, és amikor mi annak idején több formációban is játszottunk Győrben egy klubban, akkor Dániel Balázs lejött a koncertjeinkre, és volt olyan, hogy beugrott és együtt zenéltünk, úgyhogy ő egyébként legenda azért Magyarországon a bugi tekintetében, egy remek zongoristáról van szó. Ráadásul te is említetted, hogy az ütött kopott zongorát, tehát a bugi alapja ugye a zongora. A zongora játék, igen. De én úgy tudom, hogy nem, tehát hogy zeneileg sem egy egyszerű történet. Kimondottan nehéz, abszolút nehéz. És egyébként játék. Szerintem a tánccal ugyanígy van, tehát hogy ez nem egy egyszerűen tanulható. Ebben nem tudok nyilatkozni a táncban. Az viszont biztos, hogy ti annál inkább, úgyhogy visszatérve az alapkérdésünkhöz, táncolnak akkor ezek szerint még bugit itt az országban, vagy akár szűkebb kisvárosunkban, vagy ez már ez egy nagyon nehéz dió? Hát ez egy nagyon nehéz dió. Az én saját tapasztalatom, mióta én ezt oktatom, az, hogy inkább az idősebb korosztály az, aki megragadja a lehetőséget, és eljön az órákra. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de őket kitartóbbnak látom. Tehát ők azért jobban tesznek bele energiát, ez nem az a tánc, amit egy-két óra alatt el lehet sajátítani, viszont én nagyon biztatnám a fiatalokat is, hogy óriási lehetőség akár egy tanfolyamra eljönni, és adott esetben ismerkedni például. Vagy, hát itt szoktam vagy, mondani a csajozni kifejezést, de nem most nyilvánvalóan ezt talán nem így értem a fiúkat, szerintem a csajok tök szeretik, ha egy srác tud táncolni. Egyébként ez egy óriási gondolat, így van. Tehát ma egyébként ismerkedési területnek is kiváló, és az a fiú, aki jól tud táncolni, szerintem is. Talán, igen. Jó, megnézzünk egy videóklipet. A videóklipben teljesen más szerepet tölt be a ti tánctudásotok. Ha úgy tetszik, itt a háttértánc lesz, és a háttértánc kerül előtérbe, úgyhogy majd erről fogunk beszélgetni mindjárt. A videóklip pedig a televízióknak, nézőknek mondom, hogy a Sárga Taxi zenekarral korábban rögzített Csillagfény Táncklub című dal, és erre forgattunk egy videóklipet, Katáékkal a főszerepben, hiszen ráadásul rólatok szól a dal, de majd mindent a videóklip után. A szemközti oldalat a magasság alapjának, a magasságvonal is az alapmetszés pontját, a magasság talpontján. Tessék figyelni! A magasságvonal hossza a csúcspont és az alap közötti távolsággal egyenlő. A három magasságvonal egy pontban metszi egymást, tessék odafigyelni! A háromszög magasság pontjában. A magasságpont akkor is csak akkor van a háromszög belsejében, ha a háromszög nem tompaszögű. A három csúcspont és a magasságpont olyan ortocentrikus pont négyest alkotnak, melyben bármelyik három pontból alkotott háromszög magasságpontja éppen a negyedik pont. Értettük?
Jövő héten dolgozat ebből az anyagból, mindenki készüljön, mert nagyon nehéz lesz. A háromszög szögfelezője az a csúcson átmenő egyenes, ami a csúcshoz tartozó szöget ketté osztja. A szögfelező minden pontja a szög melletti oldalaktól egyenlő távolságra van. Csak egyszer mondom el, a három szögfelező egy pontban metszi egymást, a beírt kör középpontjában. A beírt kör a háromszög belsejében található kör, ami mindhárom oldalt. Micsoda lányok, pörög a szoknya, ez igazi álom. Táncol a parkett, ahova lépnek, indul a party, ha oda érnek. Mindenki őket nézi és várja, hogy induljon a bugi és a rock and roll. Legyen az country, bugi vagy chatstone, buli a parton, a téren, a mólon. Pörögnek ráncák, ségét a fejbe, csúda szép lányok, a mosolyuk édes. Mindenki őket nézi és várja, hogy induljon a bugi és a rock and roll. Csillognak, micsoda lányok, csillag fény, igazi álom táncolnak. Csuda, ha látom, ha nézed, majd elvarázsol. Csillognak, ha merre járnak a táncokkal, újra várnak a kata, a brigit, a porcuki, az Adri, a Timi és a Miki. Micsoda lányok, csillagfény, az álom táncolnak. Csuda, ha látom, ha nézed, majd elvarázsol. Csillognak, ha merre járnak a táncukkal, újra várnak a kata, a Biggie, a Porcuki, a André, a Timi és a Miki. Mosolyuk csábos, akár a táncuk, a zene szól már, mozdul a lábuk. Ilyenek ők csak a bulira várnak, ha beindulnak a bugira ráznak. Mindenki őket nézi és várja, hogy induljon a bugi és a rock and roll. Gyere és táncolj, indulj be végre, ne törődj mással, csak a zenével. Dobd el a gondot, az úgyis megvár, a csillagfényben fűlik a táncház. Mindenki őket nézi és várja, hogy induljon a bugi és a rock and roll. Csillognak, micsoda lányok, csillagfény, igazi álom táncolnak. Csuda, ha látom, ha nézed, majd elvarázsol. Csillognak, ha merre járnak a táncukkal, újra várnak a kata, a Biggie, a Porcuki, az André, a Timi és a Miki. Csillognak, micsoda lányok, csillagfény, igazi álom táncolnak. Csuda, ha látom, ha nézed, majd elvarázsol. Csillognak, ha merre járnak a táncukkal, újra várnak a kata, a Brigit, a Porcuki, az André, a Timi és a Miki. Csillognak, micsoda lányok, csillagfény, igaz álom táncolnak. Csuda, ha látom, ha nézed, majd elvarázsol. Csillognak, ha merre járnak a táncukkal, újra várnak a kata, a Brigit, a Porcuki, az André, a Timi és a Miki. Csillognak, micsoda lányok, csillagfény, igaz álom táncolnak. Csuda, ha látom, ha nézed, majd elvarázsol. Csillognak, ha merre járnak a táncukkal, újra várnak a kata, a Brigit, a Porcuki, az André, a Timi és a Miki. Niki! Niki! Csillognak, micsoda lányok, csillagfény, igazi álom táncolnak. Csuda, ha látom, ha nézed, majd elvarázsol. Csillognak, ha merre járnak a táncukkal, újra várnak a kata, a Biggie, a Porcuki, az André, a Timi és a Miki. Próbaterem. A könnyű zenei magazin műsor.
Pillasd be te is próbatermünkbe, és ismerd meg Székesfehérvár, vagy akár a megye zenészeit és zenekarait még közelebbről. Csillagfény Táncklub és Csillag Katával beszélgetek. Nem titok, hogy ezt a dalt nektek írtam annak idején, sőt nem, hogy nektek, hanem rólatok, hiszen egy csodálatos hát, lánycsapat kísérte a Sárga Taxi zenekart annak idején minden egyes koncertünkre, óriási élmény volt, és rengeteg jó bulit csináltunk. Itt a háttértánc volt a feladat, és a háttértánc feladatkörét kellett megoldanotok. Mennyiben más munka ez, mint mondjuk a társas tánccal kapcsolatos feladatok? Hát szerintem az első és legfontosabb szempont, hogy mi táncosok azért ne vegyük el a zenekarról a figyelmet. Aha. Tehát, hogy ott azért mégiscsak ti vagytok. Én elárulok egy titkot, nagyon sokszor azért örültem, hogy ott vagytok, mert inkább rátok figyeltek. Igen, de hogy szerintem azért ez fontos, hogy azért ott egy zenekar, és hogy ott mi tényleg a háttérben. Tehát, hogy egy olyan díszletként jelenjünk meg ott mögöttetek, és így csináljunk hangulatot, és akkor adtunk mi is ennek egy ilyen jó kis nevet, hogy súp-súp. És akkor... Igen. Igen. A szoknyarázás. Szoknyarázás. Igen. Igen. Több munka ez egyébként? Kitalálni mondjuk ilyen zenekari koreográfia, vagy nem zenekari gondolnám. Kérdés? Nem, én szerintem. Nekem ez legalábbis nem volt nagyobb fejtörés, mint mondjuk egy másik koreográfiát kitalálni színpadra, ahol mondjuk párba táncolnak. Mi történik most? Hiszen azt azért mondjuk el gyorsan, hogy már nem Csillagfény Táncklub néven működik az a kis táncstúdió, amit te képviselsz. Mi történik most nálad? Hiszen ha jól látom, akkor már túl is mehetünk ezen a bugi kérdésen, már van erőléti kérdés, egy kicsit ilyen fitness irányba is elmozdultatok, bár jelzem azért a bugihoz szükség van a jó erőlétre, ugye? Így van, jelenleg ugye Csillagfit Tánc és Mozgás Stúdió néven lehet minket megtalálni. Hát, hogy egyszerű legyen kimondani, igen, persze. Igen, szép hosszú nevet adtunk neki. Itt Székesfehérváron is valóban megtalálható nálunk a fitness, illetve a tánc vonal is. És vannak egyéni órák, csoportos órák, illetve az esküvői táncoktatás, amit még így én bevettem a repertoárba, aha, de valóban a bugihoz nem állt egyébként egy kis erőllét, úgyhogy van, aki kombinálja is a két óra típust, és úgy tartja egyensúlyban ezt a dolgot. Kata, volt már olyan, hogy mondjuk valaki esküvői táncot akart tanulni, és azt mondta, hogy most én valami bugit vagy rokit szeretnék táncolni az esküvőn? Volt. Tényleg? Volt többen jaj, is voltak. Igen, nem mondom, hogy ez a jellemző, de volt már rá példa többször is. Aha. Mi a jellemző? Hát inkább ezek a standard táncok, tehát mondjuk egy angol vagy bécsi keringő, esetleg valami latina végére, ezek jellemzőbbek, viszont van sikerélményem még így az esküvői táncoktatás kapcsán a bugiban, hogy annyira jól éreztem magát nálam egy páros, meg még egy páros, akik kiderült, hogy egy nagy baráti társaságot alkotnak, és ők kértek egy időpontot nálam, és akkor minden héten az az egy időpont az övéké így csoportosan, és akkor ott meg már minden van. Hát ezt így kell csinálni. A külsőségekről is beszélgessünk. Itt akár a háttértánc, akár a páros tánc és a társas tánc kapcsán is fölmerül az, hogy egy bugi-vugi táncos, vagy ennek a korszaknak a táncosa, az nem mehet ki egy szár pólóba és egy rövid nadrágba táncolni. Mi is azért próbáltunk egy kicsit a hangulathoz öltözködni, bár én inkább saktáblának öltöztem, de teljesen mindegy. Nagyon-nagyon fontos, hogy néz ki a táncos ebben a műfajban, és valami elképesztő jó ruhákat tudtok produkálni. Így van, ezt mindig is egy nagyon fontosnak tartottam, hogy ne egy egyszerű utcai sminkbe menjünk oda mondjuk este mögétek a reflektorfénybe, akár még háttértáncolni is, hanem annak adjuk meg a módját a frizurával, a sminkkel, a ruházattal, ez szerintem nagyon fontos. Uh-huh. Nagyon fontos, és egyébként ez egy hosszú folyamat, sőt lehet, hogy még nagyobb fejtörés, mint maga az a folyamat, amikor mi megtanulunk egy koreográfiát, vagy arra felkészülünk, hogy az úgy mondjuk hozzátok is passzoljon. Tehát ez szerintem sokkal nehezebb. Mondjuk én ebben annyira nem is vagyok jó, tehát ehhez én mindig kérek segítséget kívülről, hogy mit hogyan, de ez nekem nagyobb fejtörés. Amikor egy bugit táncoló páros, mondjuk tegyük fel, indul egy versenyen, ott a ruhákat is össze kell hangolni, hogy a szép legyen, jól nézzen ki együtt, vagy lehet szabadon gondolkodni, és akkor a lány azt vesz valamit akar, a fiú pedig hát szintén. Hát én szerintem az jó, hogyha a fiú és a lány összehangolja a ruhát. Nem mindig van ez így egyébként, a bugi ez egy elég laza stílus ilyen szempontból. Ugye a zene is, a tánc is egy improvizatív jelleg. És én ugyanezt látom a ruházaton is, hogy van aki úgy nagyon lazán veszi ezt a dolgot, de én nekem jobban tetszik, hogyha azért úgy harmóniában van a fiú, illetve a lány. És ugye itt is vannak a formációs táncok, ahol több pár
táncolja ugyanazt, na ott viszont szerintem nem lehet ezt megengedni. Sőt, szerintem ezt lehet, hogy pontozzák is külön, hogy egyformák legyenek a ruhák. Igen, ebben nem vagyok biztos, de ugye ha nézzük a formációkat, amit én 5-6-7 páros táncol, ott azért általában egyformák a ruhák. Na, akkor váltunk, beszéljünk a szülőkről, és most nem családbarát magazinunk jelentkezik, de beszéljünk a szülőkről. Beszéljünk. Nem véletlenül hozzuk őket szóba a beszélgetés végén, hiszen nem sokára ők kapnak majd főszerepet. Édesapád és édesanyád fantasztikusan táncolnak, tehát mind a mai napig szó szerint elviszik a show-t és elviszik a bulit. Ha elmennek egy zenekar műsorára és mondjuk felállnak táncolni, mert kb. 4,5 másodperc múlva mindenki azt nézi, hogy te jó Isten, ezek hogy tudnak táncolni. Ez nálad nagyon fontos volt, hogy ők ilyen jól táncolnak, vagy te elkezdted ezt a táncot, és ők megcsatlakoztak. Hogy nézett ez ki ez a dolog? Ez úgy nézett ki, hogy az idősebbik nővérem 2005-ben ment férjhez, és ők közölték a szüleimmel, hogy már pedig úgy nem jöttök a lagzinkba, hogy ti nem tudtok táncolni, és akkor beiratták őket a tanfolyamra, meg a bugira, meg a mindenhol. Na azt azért hozzáteszem, hogy apukám az első tanfolyamról kijött, hogy neki ez most volt elég, anyukám megment, hogy ezt nem teheted meg a gyerekeddel. Azonnal is el is mondtad, kiviseli a nadrágot otthon. Igen. Igen, és akkor utána jó, akkor próbálkoztak, gyűrték, és hát ezt addig vittük ezt a dolgot, hogy most már akrobatikákat csinálnak, meg fellépésekre járnak, és így, hogy mondtad, elviszik a bulit előlünk. Elviszik a show műsort, igen. Csodálatosan táncolnak. Próbálom szépen megfogalmazni, hogy nehogy félreértés legyen belőle, de azt hiszem, seniornak hívják azt a kategóriát, amiben ők, tehát a seniorokat is megszólíthatjuk. Tehát így itt van. Most, hogyha valaki aggódva mondja, hogy én már nem akarok menni, mert öreg vagyok, vagy egyáltalán is, igenis létezik a senior csoport, tehát hogyha valaki úgy gondolja, akkor sosincs késő, ugye? Én bátran kimondom, és nem fognak értem megharagudni, hogy ők most 63 évesek, most az gyorsan ki lehet számolni, hogy 2005-ben hány évesek voltak, de hogy nem ők a legidősebbek egyébként a csoportban, ugyanis van 70 év fölött, akik bizony 68 éves korukban kezdték el a bugit megtanulni egyáltalán, és jó, nyilván nem azon a tempón, de egy ilyen középgyors zenére gyönyörűen eltáncolnak a bulikba, és jól érzik magukat, és ez a nagyon fontos, és ez a lényege, hogy érezzék jól magukat közben az emberek, igen. Ez a nagyon fontos, kedves televíziónézők, érezzék jól magukat. Én azt remélem, hogy így volt ez a mai nap folyamán is, és megígértük önöknek, hogy a Csillag család bemutatója következik most, de nem csak elfogultsági alapon, hiszen ők a táncegyesület, vagy a táncklub kapcsán is, hát ugye hátukon hordják a klub életét. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és akkor most tanuljunk közösen táncolni. Egy hét múlva várjuk Önöket. Viszontlátásra! Próbaterem, a könnyű zenei magazin műsor. Pillasd be te is próbatermünkbe, és ismerd meg Székesfehérvár, vagy akár a megye zenészeit és zenekarait még közelebbről.